Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt újra a kontextus, és folytatjuk a kultúrpolitikai beszélgetéseinket. Arra gondoltam, hogy most uh, sor kerülhetne egy ünnepélyes hatalomátadásra uh, Demeter, Szilárd és Békés Márton között. Szervusztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük, Köszönjük Gábor! Most uh, nyáron rengeteg ilyen megfejtés megjelent, úgyhogy kérlek, uh, Szilárd a stafétát leszel szíves átadni a Marcinak, mert azt olvastam, hogy a Demeter korszak után egy sokkal sötétebb korszak jön, ami a Marci nevével félmélezhető. Igen, a Demeter korszaknak a biztos végét jelzi az, hogy a napokban kaptam egy dedikált példány Bödős Tibor új könyvéből, tehát a szerző beküldte és ezt akartam Marcinak átadni, hogy áthúzzuk a nevemet is, látványosan felüljük, hogy Békés Márton és az Meg is próbálta, ad, csak én ezt nem fogadtam el, mert hogyha a PIN főigazgatósága azzal jár, hogy Bödös Tibor könyveket kell olvasni, akkor közde. Sajnos ennél rosszabb. Még ennél is rosszabb, úgyhogy akkor én elállok ettől. Nem kérem. A balliberális értelmiség minden ukázát azért nehéz volna végrehajtani, és a kicsit komolyabban, vesszük én többeknek, tehát itt volt Parászka Boróka, aztán most. Szabó Tibor Benyámin felé is, tehát ezt nem is megüzentem, tehát nyíltan, sőt, hát az egyik ilyen az, az nyilvánosan el is érhető, ahol megkérdeztem, hogy ez az egyébként most már fél, lassan egy évvel közforgalomban lévő balliberális konteó, merhet ez persze szószaporítás, vagy balliberális konteó, tehát ezek az ő köreikben, a belpesti körökbe dívó humán értelmiségi megmondások, ezek az elég primitív neurológiák, vagy a kremnelológiára nagyon hasonló, ilyen ami, ami a jobb oldal, vagy kormánypárti köreink berkeit fürkésző vizslató megfejtések, szerint a Demeter Szilárdnak leáldozott a csillagot, tehát szerintem sok csillag van, ami szeretne így leáldozni, vagy ilyen hosszan, meg ilyen eredményesen, de hogy ennek most már vége, és akkor utána még rosszabb jön, és minden, ami még rosszabb, az én vagyok, de hát ezt a te egyik barátod, aki egy jó, jó tündér, néven hmm. publikáló, talán matematikus, aki hát szintén a kultúraház nyilvánvalóan jól ért, egyszer azt írta, hogy Békés Márton lesz még a kisebbik rossz. Tehát itt, itt az én... Vannak fokozatok. Vannak fokozatok, ah. ugye a Szabó Tibor Benyámin szerint hmm. én magam vagyok a két járó fasizmus, és én most már itt, itt vagyok a sarkom, hogy átvegyem Szilárdnak a helyét, tehát most kiderült, hogy a Szilárd főigazgatói munkája milyen pszichai megterhelésekkel jár, Bödős Tibor nem csak hogy dedikál, de könyvet ír, meg még el is küldi, és itt és előtte el is kiderült, olvasa. hogy Szilárd még el is olvassa, ja. úgyhogy ezt nem venném a nyakam. Én cserébe visszaküldtem az én könyveimet, azt mégis mégiscsak korrekt ember vagyok. Nem, ez valóban elindult, és Marcival egyeztettük, hogy akkor most reagáljunk erre, vagy ne, de én ezzel úgy vagyok egyrészt, akinek a halál hírét keltik, az hosszú életet él. Másrészt, amíg, amíg ez a neurológia ment, addig legalább kevesebben zaklattak pénzért, tehát hogy békén hagytak nyugodtan. Én hozzám senki nem jött. Tehát... Még. Még várjuk meg az adás végét, aztán majd jó, szóval varjunk szerintem, vagy tegyünk egy pontot a végére, tehát bődületes butaság. Elkezdtem nyomozni, hogy ez honnan ered ezeket zárt csoportokban egy Pér Krisztián nevű... Per. Per. Krisztián nevű mosdatlan költő is ezt aztán elindított ez újra és újra ennek a hullámai az interneten, ennek nyomai vannak, de igazából lényegtelen, mert a kutya ugat a karaván halad, ezek a tehát szilárdnak a, a alapítványába dolgozom, tehát ahova neki köszönhetően vagyok oda meghívva, tehát nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy bődöletes butaság. Nem, de jól mutat valamit, tehát hogy mennyire személyfüggőek, tehát nem képesek struktúrába gondolkodni, nem képesek Hű. ellépni a személytől, tehát ő úgy gondolják, hogy itt a, a személy magára hajlítja azt az erőteret, amit kultúrának hívunk, és ez még az acélkorszaknak a maradványa tehát ők fejben. Még ott élnek, hogy van egy uh -huh. acéláftárs, aki majd megítél eleveneket és holtakat, és felállítja a tűrt tiltott, támogatott kategóriákat, és hogy egész egyszerűen ebből a gyakorlatból nem tudnak kiszakadni. Tehát ennek ez a jó, jó mutatója. Tehát hogy, tehát, hogy ha van valahol tekintélyelvűség, ez az ájú tekintélyelvűség negatív lenyomadva, az, az náluk. És hát ugye az acél előtt is azért volt révai, aztán utána következett egy, egy másfajta kulturális mozgás, aminek, amiben ez volt a Szűrös Mátyásnak, és akkor ezeken a személyeken keresztül személyes, személy, yes. személyeken keresztül személyesítették meg a Kádár rendszernek a kultúrpolitikáját, és aztán ahogy a, a nyugatról, vagy keletről nyugatra zsilipeltek át, a 80-as éveknek a, a második felébe, persze hát Acél és Kádár engedélyével megérkezett Soros György, és akkor egy másfajta hálózatiság lépett előtérbe, de hát ott is nagyvadak voltak, ott is törzsvőnökök voltak, akik köré lehetett gyűlni, hát maga a Lukács iskola, Lukács Oboda, Konrád György, Eszterházi, Heller Ágnes, és most azért mondom ezt a három nevet, Tamás Gerspár Miklós is felsorolható, és mindjárt a mához térek ki, akikről bármit is gondoljunk, irodalom milag, politikailag, persze esztétikailag, politika-filozófiailag is lehet róluk sok mindent gondolni. Szerintem egy valamit nem, nem, érdemes eltagadni, hogy ezek valamilyen, valamilyen évtizedben, valamilyen szegmensben minőségi életműveket, életműveket tudtak összehozni. Tehát most mindegy, hogy a Heller Ágnes 70 vagy hány könyvét valaki hogy ítéli meg, vagy mit gondol a, a postmodern posztmodern irodalomról, vagy TGM, szerintem egyébként izgalmas pályafordulóiról, Konrád György eszélyírói munkásságról, de volt életmű, volt munkásság, ami most nagyon hiányzik, az ilyen költők és hírlapírók, publicisták, stand-up comedisok körében. Nem csak az, hogy, hogy nem nagy írók, nem nagy filozófusok, még csak újságírónak sem korszakosak, nem csak ez, hanem hiányzik a a közösségi megalapozás hiányzik a történelmi perspektív, és hiányzik, amit, amit Szilárd mondta, struktúra, a struktúráltság. Ez, egy, ez egy, nagyon nagy aszimetria szerintem a, a, két tábor között. És most politikáról beszéltem. Most már kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki nálad rosszabb. Vagy ez, ez nem derült ki? Az... Hát részben te. Ilyen is van. Ja. Na, akkor... Ne vigyorogj ennyire. <laughs> Ö, nem, és ezt se, ezt se, vicceljük el, tehát amikor rangsorokat állítanak fel a túloldalon, ugye ezt azt hiszem, hogy listázásnak szokás hívni, hogyha mit csinálunk hasonlót. Tehát a listáznak... Az attól függ, hogy később hívnak-e széderestre az amerikai nagykövetségre. Értem. Tehát ö, nem ezek... Ezek a, ezek a fajta ö, listázások, sorrendbeállítások, nerológiai katalógusok, amit azért sokan csinálnak, itt, itt most a, a politológiai irodalomban ez a, ez a hibrid rezsim gyógyótól kezdve egészen a, az internetes ö, alvilágig, komment szekciókig, amit itt megidéztünk, tart ez a sor. Ott azért mégiscsak az van, hogy sorba állítják a, 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 a szereplőket valami képzeletbeli sakktáblán, és akkor ott húzogatják ezeket a, a sakfigurákat, de hát ez mégiscsak azt jelenti, hogy a jobboldali tábor, most a kormányzati politika, a mozgalom, a kulturális szintén egészen, az egy nagyon tagolt mező, egy, egy nagyon sokrétű, évtizedeken keresztül fejlesztett mező, amiben Neked is megvan a szereped, Szilárdnak is megvan a szerepe, nekem is van valamennyien szerepem. Azt nem tudják feldolgozni, hogy a nagyon szélesen értelmezett kultúrába ezek a szerepek interferálnak egymással, össze-össze, kapcsolódnak, de egyébként önállóan is nagyon kiválóan tudnak működni. Tehát én a kulturális hadviselésbe, amit leírtam, azt nem Orbán Viktor sútokta a fülembe, de, és mi... De, de. Értem. M nekem is leírták a szóval hogy mindenről ugyanazt gondolom, mint Orbán Viktor. És miután, miután megírom én a könyvem, vagy a Szilárd megnyit egy Petőfi ö, kiállítást, ami szerintem korszakos, ö, vagy te forgatsz egy, egy műsort, vagy írsz valamit. A korszakos beszélgetést közöttünk. Igen. Akkor, akkor után... Hatalom igen, jobb igen, lett volna Jó, hát azért mégiscsak, igen, ezért vagyunk itt. Lett volna. A, akkor utána nem a karmelitába rohangászol fel, és te visszasugdosod a fejedelem fülébe azt, amit, azt, amit ő csepegtetett a te fejedbe, hanem autonóm emberek vannak, akik egy cél érdekében különböző mezőkbe autonóm módon cselekednek. Ez az, amit nem sikerül megemészteni, és ezért van szerintem az, amit az, a Szilárd tök jól kifejtett, hogy valami régi típusú, nagyon autoritár, személyelvű rendszerbe gondolkodnak. Ez, van, még, van még ennek egy vonzata. Ugye, mert én mindig azon gondolkodom, amikor látom ezeket a neurológiákat, meg ezeket a személy szerinti kipécézéseket, hogy ez hány, ember él, hány embert érdekelhet. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy van egy elit, van egy kiválasztottság tudat, uh -huh. van egy nagyon szűk elit, és ők abban a hitben, de Nekem élne, is az érzésem. hogy ez az elit dönt. Magyarország, én... illetve a magyar nemzet egészéről. Tehát, amit, amit ők döntenek, az releváns. Nem tudom, Zalaegerszeg emberek, Szászon és Széke de hát a fenét nem érdekli. Tehát, hogy most őszintén én egy közepes méretű, hát nem túl izgalmas múzeumnak vagyok a főigazgatója. Tehát a Rodalmi Múzeum, én szeretem, nyilván, már megszerettem, elmúlt öt év alatt muszáj volt, de hogy nem, nem, nem a Magyar Nemzeti Múzeum. Tehát nem uh -huh. az a típusú csúcsintézmény, aminek teljes Kárpát-medencei kihatásra kellene, hogy legyen. Tehát egy művészeti ágnak a, a, a gyűjtőhelye és megmutatóhelye, tehát a, konkrétan az irodalomnak a, a, a múzeuma, a a múzeuma. Izgalmas, meg érdekes, de nem, érted, nem a Népjóléti Bizottságnak a főelnöki tisztsége, ennek a múzeumnak az igazgatói pozíciója. És mégis fontos, tehát számukra fontos. Ez, ez a belterjes elit klubban belüli lögdösödés, kivegyiság, megpróbálják feltérképezni a kapcsolati hálót, akkor ki kinek a kie, meg kie nem, ki ki gyűlöl, miért nem. Ezek a személyközi viszonyok annyira érdektelenek és annyira unalmasak, hogy egész egyszerűen nem nem. Meg az a kérdés, jó is, hogy átvezettél erre, mert hogy valójában így működik-e a kultúra, én azon szoktam gondolkodni, hogy, hogy ugye nem csak, nem csak az, hogy volt egy rendszerváltás Magyarországon, tehát hogy már nincs, bármennyire is próbálják kitalálni, hogy most akkor a Csák János lesz az acélgyörgy, vagy a Szilárd lesz az acélgyörgy, vagy ki legyen az acélgyörgy, hogy valójában nem csak az, hogy már nincsen acélgyörgy, hanem hogy igazából már nem is feltétlenül lehetséges, mert annyira átalakultak a kultúrafogyasztási szokások az utóbbi évtizedekben, hogy... Ez egy nagyon vékony ég. Éppen Marcival beszélgettünk valamelyik nap, hogy az, amiről mi beszélünk, mint nemzeti konzervatív értelmiségiek, vagy, vagy a intellektuális szakmunkások, az, az egy olyan típusú világ, ról szól, amit mi kozmosznak neveztünk még az ógörög fogalom alapján, tehát egy rendezett káosz. Tehát mi azt feltételezzük, hogy van egy, van egy rendezett káosz, tehát hogy van egy hősanyag, amiben mi valami fajta rendszert mégiscsak megpróbálunk felfedezni, hanem is, nem is belevinni. A, és hogy a mai kultúra fogyasztás az már egy multiverzum logikája alapján megy. Tehát, hogy a tér és az idő fogalmaink nem kompatibilisek. És ez, ez azt jelenti, hogy egy ilyen párhuzamos kulturális kódrendszer jöhet létre, amennyi, amennyiben ez így jön, a létrejön. Hát akkor el fogjuk veszíteni azokat az embereket, akik, akik, egyébként a célközönségünk, tehát a kultúra hordozó, az anyanyelvi kultúrában élő, ezáltal identitásában erősödő befogadót. És hál' Istennek, hogy a, a globális szórakoztatóipar mindig túltolja az ingát, tehát hogy, hogy a, vagy túltolja a biciklit, tehát most ezeken a stream platformokon ez a kötelező vörös falok, LMBTQ, nem tudom mi uh -huh. vonatkozás, ez visszalöki az embereket a saját kultúránk, mert szerintem túl sok. Tehát annyira, érzékeny, annyira érzékenyítenek, hogy túl sok. Amikor az, azt, kezdi el egy nagy nevű magyar költőnő a, kivesézni, hogy jókai, mennyire sematikusan ábrázolja nő, nőket a, az életművébe, ott a normális olvasó megáll, és azt mondja, hogy azért ezt nem kéne. Szerintem nem csak a magyarokra igaz, hát még évekkel ezelőtt volt egy ilyen hullám, nem tudom, emlékeztek rá, hogy az amerikai korábbi szitkomokat, ilyen tévésorozatokat is elővették. Az egyik ilyen volt a, a kedvenc példám, az a Jóbarátok című sorozatnak a pellengér állítása volt, hogy túlságosan fehér, Uh, szexista poénok vannak benne, homoszexuálisokra vonatkozó mi volt az egész sorozat úgy indul, hogy egy leszbikus pár <laughs> párral indul gyakorlatilag a sorozat. É, tehát, hogy, hogy a korábbi elvileg nagyon is haladó uh, amerikai vagy hollywoodi produkciókat elkezdték tehát, úgy elővenni. Culture, igen, igen, tehát nem csak a magyar, hanem hanem, hanem az összeset el, elkezdték. Tehát a korábbi haladás termékek, azok már nem, nem feleltek meg a mostani fázisnak. Nyáron újra néztem a feleségem kedvéért, a Dr. House mind a nem tudom, hét, uh -huh. vagy 8 évadát, és rendesen felüdülés volt. Tehát, hogy, hogy ezt ma nem lehetne megcsinálni? Hát, amikor megcsinálják, én nem láttam sajnos, de azt mondják, hogy még az új Gun az hasonló, hogy így nincs benne semmiféle vókizmus, és rettenetesen kisakadtak emiatt rajta amiről beszéltetek, az, az abból, a, abból, a, szempontból nagyon érdekes szerintem, hogy természetesen igaza van a szilárnak, tehát ezek a fajta mondjuk baloldali, vagy hát inkább én azért azt mondom, inkább liberális, vagy, vagy valami urbánus, progresszív hangok, amelyek méricskélik, vizsgálják, vizslatják a a kormány oldali kulturális színának a, a belső mozgásait. Ők ö, szerintem egy dologban igazuk van, egy dologban megtévednek. Amiben amibe igazuk van, hogy ö, hát ez sem maguktól van igazuk, hogy miután a, a politikai többséget elvesztették 13 éve, én szerintem egy olyan, még 10-15 évre biztosan én ezt nem. És nyilván ez egy nagy kijelentés, de úgy gondolom, hogy ennek hosszú következményei lesznek, ugyanis a társadalmi többséget is elvesztették. Tehát a legutóbbi választáson több mint 3 millió volt a kormánypárti szavazó listán, és 35 millió magyar gondolta úgy, hogy a gyermekvédelmi népszavazáson azt az álláspontot osztja, amit a Fidesz-KDNP. Tehát valahol van még fél millió ember, nem csak jobb oldalról, bal oldalról is, aki a nagy kulturális, a legvégsőbb kulturális társadalmi ügy, tehát a gyermek ügyében a mi álláspontunkon van. Szerintem ez már társadalmi többség, és emiatt lesz nagyon hosszú távú útja ennek a megkezdődött jobboldali korszaknak. Az viszont érti a másik oldal, hogyha ez sikerül kulturális többségé transformálni, ami persze nehéz munka és, és még hosszabb munka, akkor itt a, itt a vereség, az, az mondjuk középtávon is, a század közepéig ki fog, ki fog tartani. A szabó Tibor Benyámin, aki hát több ízbe megemlékezett rólam, nagyon zavarba ejtő módon, 2019-ben és 2023-ban pontosan ugyanaz napon, ugyanazon a napon tette közzé a rólam írt a ö egy békés nap. szöveget, hogy ennek ennek mi volt az oka, Azt nem tudom annak örülök, hogy ő férfi, mert ha női kritikusom lenne, akkor itt. Tehát komoly magyarázkodni valom lenne oda-haza, mert hogy ez ez nagyon kellemetlen. Ö, és aztán később írt egy másik szöveget, amit szerintem nem sokan olvastak el, ez olyan hosszú lett, hogy tudjátok, a, a, a interneten olvastok valamit, oda szokás én, hogy ennek az olvasási ideje hány perc. És olyan hosszú időt... Ö, prognosztizál az algoritmus, hogy az volt a szövege aláírva, hogy olvasási idő 52 perc. <laughs> Tehát ez nagyon hosszú, uh, ne uh, meg meg ezt a jelen, jelen heti lap honlapja közölt, de semmilyen távolabbi vagy hatása nem lett, mert hogy tényleg senki nem olvast el, én elolvastam, és nagyon érdekes, mert azt írja, hogy a, a NER, mert hát nyilván mindent a NER csinál, meg persze maga Orbán Viktor elkezdte birtokba venni a nyelvet, és hogy a nyelv birtokba vétel, az a gondolkodás birtokba vétele, és ez, hoz. ez szerintem is így van, ebbe én azt gondolom, hogy javarész nyerésre állunk, hát én ezt optimista módon közelítem meg, ő meg nagyon szomorú lett, mert belátta, hogy évtizedekre, ö, ö, évtizedekre tolódik el a, a, centrum jobbra. És mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy, hogy arra szerintem rájöttek a, a túloldalon, hogy az, hogy a, a, a ebben a a helyzetben, amiben vagyunk, tehát mondjuk 12-13 évvel, de tulajdonképpen ez 2006 óta elkezdődött, vagy 2002 óta elkezdődött, tehát vissza lehet menni az időbe. Ez egy hosszú távú folyamat lesz, és ennek a hosszú távú folyamatnak következő lépcsőfoka a kultúra. Amiben tehát ebbe igazuk van. Amiben nincs igazuk, az az, hogy ezt mi nem kultúrharccal, nem erővel, nem állami forráselosztással, meg vassal, meg infrastruktúrával akarjuk elérni, mert nyilván az is kell hozzá, hanem ebbe van egy, egy önk, tehát azért csináljuk, mert hiszünk benne ilyen egyszerű. Én, én biztos, hogy meg ti is azért csináljuk. És ezt nem értik meg, hogy hogy ezt nem a politika, meg nem a Fidesz mondja nekünk, hanem a, a, a politika, meg a, a, mögött, a politika mögött, vagy inkább a politika előtt lévő struktúrák, meg, meg tartalmak itt együtt mozognak. Ezt hívom történelmi erőnek. És Ebben a, ebben a helyzetben ö, szerintem a, a, a magyar magyarországi meg hát általában magyar ajkú közösséggel kapcsolatos ö, ö, munka szerintem érthető értelmezhető és folyik a nagy kérdés az amit pontosan behozott a Szilárd és egyszer a géfodor is megírta hogy ha itt jól állunk, az szuper, vagy, vagy megtaláltuk annak a módját, hogy ezzel foglalkozzunk, és persze dolgozni kell minden nap, de hogy a, a globális tudatiparnak a, a horizontjával, ami egyre inkább ránk borul, az, amit fogunk csinálni. És erre mondanám az utolsó dolgot, Hétvégén Nyíregyházan voltunk, és a feleségem tartott előadást gyerekeknek. Ők 7.-8.-10.-11.-es gyerekek voltak Nyíregyházáról. 400 gyerek volt ott, ez egy, az egy, szerintem egy hatalmas dolog, és a Nóra ott, ott egy 40 perces előadást tartott, meg utána volt beszélgetés, és utána is az Instagramon megnyitott csatornán még nagyon sok kérdést kapott, és ez ezeket felolvasta, nyilván beavatott, elmeséltem, végigkövettem az egész folyamatot, és nem azt mondom, hogy, hogy a mostani kolt, kortárs popkultúrá vagy ifjúsági kultúrához teljesen sügér vagyok, nyilván annyit nem tudok róla, mint ő, de ő nagyon sokat készült erre, nagyon sok interjút készített fiatalokkal, és látszik, hogy, hogy igen másba vannak. És ez a másban lét, ez, ennek van egy olyan horizontja, amit a Szilárd mond, hogy fogunk-e hasonló nyelvet beszélni. Szerintem vannak erre taktikák, hogy igen, tehát nem, nem lennék azért annyira ö, borulátó. Ugyanakkor ö, azzal a, a globális ö, infotechnológiai ö, tudatiparral, ami, ami innen érkezik, azzal igen is kell valamit ö, ö, kezdeni. Tehát erre, erre meg kell találni a, a válaszokat. Ebben nem biztos, hogy én én vagyok a leg ö, okosabb, meg a legügyesebb, de erre vagy, vagy valamilyen ellen ö, stratégia, ö, vagy valami kell erre. A, egy, mielőtt tovább megyünk, azért próbáljuk meg kontextusba helyezni a Szabó Tibor benyelmén hogy tehát hogyha jól tudom, ő a Lira ö, könyvkiadónak a, a, kereskedelmi igazgatója. a kereskedelmi igazgatója, és hogyha bár lehet, hogy ebben tévedek, amikor ez a és Szabó megjelent... Szabolcs, Szabó Szabolcs volt párbeszédes, jelenlegi Momentumos képviselőnek a testvérbátyja. Nos, szóval csak azt akartam mondani, hogy, hogy valahogy, mint hogyha, emlékeim szerint akkor jelent volna meg ez az írás, körülbelül, amikor ugye a Libris felvásárlás megtörtént, tehát nyilvánvalóan volt egy olyan Praktikus és konkrét szikra, ami kiváltotta ezt a, hogy mondjam, hosszú betűtészt, a hányást, megértelmezést meg és hasonlókat. Csak azért, mert lehet, hogy a nézők nem tudják, hogy hogy honnan fújhat a szél, hogyha valakinél. Volt, volt ilyen is benne, de ugyanakkor a, az írásai alatt azért meg is jegyzik, hogy ez csak a szerző magánvéleményét. Uh -huh. Jelenti, csak tudod, ez olyan, hogy egyszer, egyszer voltam a, a Gulyás marci műsorában, ami úgy gondolom, hogy nem, nem vagyunk vele rossz kapcsolatban, és hát nyilván ott az ő műsor logikája szerint, és ezzel sincs semmi baj kimpadra lettem vonva, és igyekeztem válaszolni a kérdésekre, és egy bizonyos ponton meg, megkérdeztem azt, hogy, hogy hát olyan kérdéseket teszel fel, amikre nem nekem kellene válaszolni, és ebben a, ebben a, a székben most nem a NER, hanem Békés Márton ül itt és ő erre azt válaszolta, de a ner nem jön el, é, hanem és te meg ide eljössz. Tehát ez, ez ugyanolyan, hogy tudod, nálunk nincs szétválasztva a közember, a magánember, a, a neres Fidesz segnyaló és, a, és az önálló értelmiségi gondolkodó szerepe, de náluk szét van választva. Ha Szabó Tibor Benjamin ír a 444-re egy nagyon hosszút, akkor az nem a Líra kereskedelmi igazgatójának, a többnyire baliberális érdekeltségű vezető, kiadó egyik fontos szészes vezetőjének a hivatalos véleménye, nem, az csak szabó, Tibor Bennyámé. Jó, ott lehet. Igen, tehát náluk, náluk ezt szét lehet ö, választani, ja, náluk, nem, náluk nem. Én is azt javaslom, hogy ne válasszuk. Ö, szét. Tehát ebben az esetben azt hiszem, hogy releváns az, hogy valaki a két ö, magyar ö, monopol ö, könyvkereskedő és könyvkiadó hálózat egyikének a baliberális kötődésű, ö, többnyire baliberális kötődésnek tartott írának a kereskedelmi vezetője fogalmazza ezt meg. Tehát ez viszont innentől kezdve a politikai, stratégiai kérdés, és a megítélés politikai megítélés lesz. Na, hát valószínűleg, hát lehet, hogy összefüggésben van a, a Libri többségi tulajdonszerzésével, tehát ez egész nyáron ez a, ez a nagy fóliás, LMBTQ-s és aktivista történetnek a az egyik szépséghibája az, amikor a, az lmbtq aktivista, aki ugye a szabad könyv ügyért a Libri könyvesbolt előtt éppen aktivistáskodik, az a, Lira egyik könyvkiadója igazgatójának a lánya, tehát hogy... Ajaj, volt mert sok az összefüggés. Voltak apró kis szépséghibák, meg hát nyári Krisztián se vietnő minden mindenfajta felületen, aki szintén a Líránál dolgozik. Tehát, hogy ez ilyen... Mindenki tudja, hogy a magyar politikában csak azzal van probléma, hogy Ungár Péter mit Mária a fia. Igen, 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 igen. Tehát, hogy ez, ezek nyilván De egy kis piac, lögdösödés van, ez, ez így kevésbé érdekes. A el is mondja, hogy édesanyjával nem szokott egyetérteni politikai kérdéseket. De ettől hát, az édesanyja. Mert, igen, igen. Uh, itt, én, itt inkább visszamennék ebbe, ez a globális tudatipar, ez most így megtetszett nekem ez a szintagma. Tehát, hogy nekem most az itt, eszem, hogy a gyerek most tanult meg olvasni, tehát elsős és most már folyékonyan olvas, és így mindent leolvas. Tehát ahol betűt lát, most, most nagy élvezettel olvassa, és elkezdte olvasni így a, a, könyv, a tárgyakat, így a, a házunkban, tehát mindenféle tárgyakat, és akkor kiderült, hogy a tárgyunknak egy jelentős része ikea a másik része Samsung. És uh -huh. elkezdtem ezen gondolkodni, hogy oké, okay, a tárgyi valóságunkról leválasztottak, rendben van. Tehát, hogy a IKEA-s, a könyvespóc, azok a könyvek még... Hallaksz. még, Még, még azért rendben vannak, de hogy a könyvtárgyak még a milyenikek, de a tárgyi kultúránkról leválasztottak. És hogyha ennek a, az online, tehát a Matrix-os verziójátra nem figyelünk oda, akkor az online valóságról, vagy a virtuális valóságról is le tudnak bennünket vászni. Tehát a saját digitális adatvagyonunkat nem vagyunk képesek élvezhető, szórakoztató módon közzé tenni, miközben azok csak rólunk szól. Tehát, hogy, hogy itt azért van egy nagy adóssága a magyar kultúrpolitikának, az, amit a Csák miniszterről egyfolytában szokott idézni, majd szokta idézni Kányádi Sándor bácsit, hogy, hogy fel kell költözni az internetre. És nem elég felköltözni az internetre, hanem több nyelven kell felköltözni az internetre. Tehát a rólunk szóló információ, ha csak magyarul van fent, azzal mi lehet, hogy előrébb vagyunk, vagy, vagy picivel benne vagyunk, de akkor a rólunk szóló tudás, a világnak a rólunk szóló tudása, az már nem a mi tudásunk lesz. Tehát, hogy megint belecsúszunk egy olyan történetbe, vagy elmondjuk magyarul, hogy milyen nagyszerű a mi kultúránk egyébként az, én imádom, csak éppen ezt a világ nem tudja, mert nem tud magyarul. Tehát, hogy ennek a transformációját nem teszi, nem el a saját történeteinket. Ez most szögetított nekem is a fejemben, amit mondtál, és a feleségem előadásához térnék vissza, hogy kapott olyan vissza a kérdés feltétlenül olyan visszajelzéseket, ahol azt írták neki a, a, a diákok, hogy, hogy ezek a veszélyes, a digitális világ, készüljünk fel, a infokommunikáció kihívása, stb. iskolai típusú előadásból. Az egyik talán kislány azt írta neki, hogy a ötödik vagy hatodik ilyen előadáson volt eddig, mindegyiket nagyon unta, ez viszont igazán érdekelte, volt, aki be is jelentkezett, a Nórához, hogy, hogy folytassák valamilyen módon a munkát, vagy ők, ők segítsék a további előadásokat, előadások megtartását, hozzák őt az ifjúsági szubkultúrák kontextusába, és ezt azért tartom nagyon érdekesnek, mert, mert szerintem Mozartan kérdése is, tehát az ő, az ő előadás az nem egy ilyen ijesztegetős előadás volt, hogy jön az Amazon, meg a, meg a Zuckerberg, és akkor mind meghalunk, hiszen például ezek a fiatalok már a cukkán univerzumnak sem részei. részei. Tehát ez, ez például egy azért egy elég közismert trend köztük. Nyilván ehhez, ehhez kell egy nyelv, és ért, amit az nem azt jelenti, hogy azon a nyelven kell beszélned, mint a, a 7, 8, 9, 10-esek. Ez azért nem ezt jelenti, de azt viszont jelenti, hogy meg lehet találni azt a nyelvi közeget és azt a, azt a kulturális transfert, amivel értéket át lehet nekik adni, és a, a, a globális tudatiparnak a hát, hogy úgy mondjam, kizsákmányoló hatásától meg lehet őket védeni. A Nóra előadásának lényege, a, a, vagy számomra egy fontos mondata az volt, hogy az influencerek nem a barátaid. Tehát, hogy a, az influencerek magyar vonatkozásban is van egymilliós követői táborral rendelkező influencer, amit, aki természetesen a, a, az én nézetem szerint egy az értéktelenség kultúráját terjeszti a közegükbe, és a, ő a Nóra világosan elmagyarázta nekik, hogy ez tulajdonképpen egy adat és pénz cseréről szóló folyamat. Tehát ez a Heideggerrel szólva, ez a hatalmas digitális álványzat, az álványzat szót alkalmazta egyik technokritikus eszébe, hogy ez nem értünk van, hanem ez valamilyen üzleti stratégiai érdeket szolgál. A másik, tehát az egy első pontom az, hogy meg lehet találni a nyelvet, hogy ezt a digitális tudati part valamilyen módon ö, hátrébb tudjuk szorítani. A másik pedig az, hogy más kulturális eszközökhöz, ö, sőt, inkább azt mondom, hogy rétegekhez ö, kell fordulni. Tehát én azért emlékszem, gyerekkoromban az ö, azért még a, a hidegháború utolsó ö, szakasza volt, és, ö, és aztán utána elérhetővé váltak a Tom és Jerry, és erre emlékeztek mindenféle más mesék, de én azok közé tartozom, akik szerették volna nézni a Núpagágyit nevű orosz, vagy tehát szovjet rajzfilm sorozatot, és hogy ebből a kettőből, tehát a Núpagágyból és a Tom és Jerryből azért a családra, vagy a közkultúrára vonatkozóan valójában ugyanaz ugyanaz az értékrend ö, ö ránk, csak a Tom és jerry volt, ö, ha ezek, fekete bőrű bejárónő, és csak, lába itt és, és csak a lábait lehetett És csak a lehetett látni, és én nem értettem, hogy amikor ő kinyitja a szekrényt, akkor az miért van tele mindig tortával és sülcsirkével. Mert hát azért ezt úgy az ember ünnepnapon, tehát karácsonykor, húsétkor esetleg lát, vagy szülinapon látod, de hát nem, nem, ez volt az általános, ha kinyitod a hűtőt, trapista sajtér, meg, meg parizerér. És a a Lolka és Bolka, a Rumcajsz, és lehetne a Kisvakond, tehát a KGST mesék sem szedték szét biológiailag az életet, de ha végigmész a, a megyei jogú városok korábban épült városközpontjaiba, akkor a klasszik nukleáris családot megtestesítő szobrokat lát, szélesválló, ö, ko, ilyen kicsit kockásfejű munkás apa, elég nagy mellő proletárasszonyjal és egy vagy két gyerekkel. Hát azért, ö, azért ma ö, ezt a vizuális kultúrát ö, nem látod A másik, tehát erre, erre, mondom azt, hogy lehet, hogy, hogy, hogy a Minimax és a, a többi Sorozat vagy, vagy, vagy adó és csatorna mellé be kell hozni a, a régi világnak a, a termékeit is. A másik, hogy kaptunk egy magyar-roma kettős nyelvű mondókát, mesekönyvet, ahol azt a Lázár a kisfiam nagyon szereti és a feleségem szokta neki ezeket a mondókákat mindkét nyelven mondani, tehát tényleg nagyon nagyon szépen illusztrált, és nagyon érdekes, hogy a, 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 a tradicionális roma kultúrán, magyarország, magyar-roma, magyar-cigány kultúrán nyugszik ez a, ez a kiadvány, hogy mennyire más a kulturális tudat, és mennyire, mennyire otthonos, és mennyire természetes a horizont. Tehát, hogy, hogy vannak más világok, Amiket, amiket, be lehet hozni, és amikkel lehet egy, egy védvárat építeni a társadalom köré, az ellen a, az áradat ellen, amelyik azért itt-ott már át, átcsap, hogy a balliberálisoknak ehhez miközük szerintem pusztán annyi, hogy tulajdonképpen ők, ők honi szövetségesei ennek a globális kultúrharcnak, amit ellenünk folytatnak. É, hát én annak idején így kezdtem a Petőfi Múzeumban, már itt megidéztük, ugye ezért lassan a, a ciklusom végez közeledem, mert mint ugye a megpályázott öt évnek a végez közeledem. Tehát hogy én ezt mondtam az első mondat, hogy az, az, hogy létezik Petőfi Rodalmi Múzeum, az a mai világban az egy politikai állítást, az itt kapcsolnék vissza. Hiszen azt mondja ki a fenntartó mindenkori kormányzat függetlenül attól, hogy bármilyen nem tudom, politikai, párpolitikai összetevőkből van, vagy áll össze, azt jelenti ki, hogy létezik nemzeti kultúra, és az a nemzeti kultúra ez olyannyira értékes számunkra, hogy milliárdokat vagyunk hajlandóak rá áldozni adófizetői pénzből. Ezért vannak múzeumunk egyáltalán közgyűjteményeink. És hogy ez egy politikai állítás. Mert hogy ez tagadja az értéksemlegességet. Tehát, hogy közvetve azt mondja, hogy nincs értéksemleges kultúrpolitika. Tehát az elkötelezett kultúrpolitika az azt mondja ki, hogy a mi kultúránk, most a magyar kultúra, ez nem jobb vagy rosszabb, mint más kultúra, de fontosabb minden más nem, miénk. Tehát, hogy ezért kell nekünk sok-sok milliárdot rááldozni erre a témára. És amikor én ezt a politikai tételmondatot kimondtam, hogy ezt az alapállást így felvázoltam, akkor hát kaptam hideget, meleget, tehát hogy, hogy rendesen kitört a botrány, még a hideg fala fel is emelkedett, de utána láttam azt, hogy abban a törvényben, ami szabályozza a közgyűjtemények működését, abban értés, az, az, az értéksemleges testtartás volt tetten érhető. 19-ben az első lobbim az arra vonatkozott, hogy változtassuk meg a törvényt. Tehát a törvényi szabályozás az mondja ki, hogy mi kötelezett munkát végzünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyiptol, egyiptológusokat képezni, vagy nem lehetne foglalkozni más kultúrákkal, de nagyon izgalmas és inspiratív. Ráadásul a magyar kultúra egy integratív kultúra, tehát ilyen, hogy tisztán magyar, ez nem létezik uh, 2023-ban. Rengeteg más, más kultúrát, meg nációt integráltunk abban, amit ma kultúrnemzetként, magyarként értünk meg. Uh, és hogy ez egy kincses bánya ilyen szempontból, csak azért ki kell, ki kell tudni mondani. És szerintem ez a baj az internacionalista baloldal esetében, hogy ők ez, ezeket az állításokat nem vállalják fel. Tehát minden, ami ilyen úgynevezett nacionalista kijelentés, az a számukra az nem tudom, a fasizmus előszobája. Miközben egy természetes dolgot mondasz ki, egy olyan dolgot mondasz ki, amit Kölcsei ezelőtt 200 évvel leír. Hogy hát sajnos az egész emberiségért csak Isten tud meghalni. Az ember meghal házonépért, hazájáért, de halandó szív többet meg nem érted, Hogy van egy bemérhető közösség, aminek tagjaként ez a közösség iránt valami fajta elköteleződést tudsz felvállalni. Tehát ennek a közösségnek a részeként tudsz élni. Az emberiség részeként nem tudsz célni, mert nem tudod, hogy mi az az emberiség. Igen, ugye ez a, ez a nagyon nehéz, és ezért szeretem, a, amikor a, a Szilárd ugye a, valahol szabadság a legújabb könyvedbe is ennek külön, fejezetek, részek, szócikkek vannak a 200 évvel ezelőtti nagy magyar kulturális újraépülésről, a reformkorról, hogy mennyire érdekes, hogy 200 évvel ezelőtt, és aztán még, még nagyon sok ideig utána, 100 évvel is, 100 évvel ezelőtt is még, mondjuk a Betlen korszakban, és ahogy én Gondolom ezt szerintem a, a talán a 80-as, 90-es években is még a társam többsége részén megvolt az a konszenzus, hogy, hogy, egy kulturális konszenzus, minden konszenzus kulturális természetű, hogy, hogy a magyar nyelvű, magyar Karácsony Sándorral, szóval magyar észjárású kultúrát osztjuk mindannyian, amely persze, ez nem szabad hinni a ugye az ellenoldali megmondásoknak, tehát ez nem egy, nem egy valami partikuláris, hungarista, most a szónak abba az értelmébe, hogy, hogy, hogy csak a magyar, és, és, és akkor, és akkor valahogy határozzuk meg azt az ős-magyar magot, tehát ez nem is szű, a magyar kultúra logikája ugyanis nem indoeurópai, ahogy a nyelvünk se alá fölé rendel, ez egy mellérendelő kultúra, és ebből a szempontból mondom azt, hogy például csodálatos élmény volt, valamikor nyáron a, a, szélcsatorna parkban voltunk, a mamut mellett, és szaladgáltak kínai gyerekek, magyarul, egy, egymás között úgy, úgy magyarul, szüleikkel pedig a saját anyanyelvükön, vagy másik anyanyelvükön beszéltek, és mindegyik magyar mezbe magyar válogatott mezbe. Tehát az, ez, a, ez, a, magyar mellérendelő gondolkodás, vagy, vagy mellérendelő kultúra, tehát nem, nem alá rendelt, mint az indoeurópai, hanem sok, sok színű, sok minden belefér, de, de van, egy, van egy közös integráns mag. És ez a közös integráns mag 200 évvel ezelőtt azonos volt Petőfiben, aki azért fel akarta akasztani a királyokat, meg azonos volt Dezsőfia Úrélba, aki, aki elődje volt a, a, a magyar konzervatív pártnak, Ezért és, és ókonzervatívok ne, ne mellett egy. El, egy... Igen, tehát, hogy ne felejtsük, hogy honnan indul az egész reformkori. Tehát az, az, amit mi modern magyar kultúraként mai napig megélünk, az onnan indul ki, hogy a az osztrák, hát a Bécs eldöntötte, hogy lecseréli a közigazgatás nyelvét németre. Igen. 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 És ők kezdik el ezt a pályáztatást, Igen. hogy alkalmas -e a magyar nyelv a közigazgatás nyelvi, nyelveként, vagy funkcionális-e, vagy tud, tudja, és akkor Kazincik erre horgadnak fel. Kazinci első pálya, mivel az erről szól hogy a mi az, hogy a közigazgatás az irodalomra, a művészetekre, mindenre alkalmasabb, mondjuk a szinci, mint a francia, vagy a német. És elkezdenek argumentálni. Ez hatalmas trókodás Igen, különben, tehát, és nagyon menő. argumentálni, és akkor ez az egész nagy vita a, a neologizmusokkal, hogy alkossunk-e szavakat, vagy fordítsunk, vagy honosítsuk ezeket. Ez erről szól, megpróbálják nyelvileg a birtokba venni a világot. Tehát ha van kopernikuszi fordulat a magyar uh -huh. történelemben, egy, egyfajta ilyen nyelvi, anyanyelvi kopernikuszi fordulat, az ekkor történik, meg elkezdik hirtelen birtokba venni saját nyelvükön a, a világot. És a, amiről az előbb beszéltél, hogy a nyelv uralása, tehát hogy aki a nyelvet uralja, az a gondolatokat uralja, az, az olyan értelemben még mélyebb a történetben, hogy ők mondják ki, tehát hogy, hogy a nyelvében él a nemzet. Tehát a nagy nemzedékinek ez volt az a, a hívószava, és ez volt a, a közös, tehát az anyanyelvű kultúra volt a közös, bárkiben bármit gondolt a világról, tehát szélsőliberálistól a szélső valóség. Meg Erre utaltam. Igen. Eb, ebben konszenzus volt, és ezt a konszenzust rúgták fel a kommunisták. Tehát a magyar kommunisták ebből a konszenzusból hátráltak ki, amikor a nemzetet megtagadva, ők gyakorlatilag a legvidámabb barak lakóiként lehatárolták, a magyar kultúra érvényességi körét Magyarország területére. És magára hagyták a külhomba szakadt, az utódállamokba szakadt nemzeti közösségeket. Tehát oda dobtak minket, mondjuk erdélyeket a románoknak. Akik ezt, hogy is mondjam, köszönték szépen, és megpróbáltak bennünket asszimilálni. Tehát az integráció és az asszimiláció között kell tenni a szempontból a különbséget, hogy mi azt mondjuk, kis kínai gyereknek, ha neked van egy saját kultúra, kultúrás kódrendszered, saját dalaitok vannak, saját mesétek, nyugodtan mondjátok, minket nem zavar. A románok meg tagadták azt, hogy léteznének nekünk. Mi magyarul beszélő románokként voltunk ott pozícionálva uh -huh. a Ceausescu nacionálkommunista diktatúrában, és megpróbáltak minket hát gyakorlatilag teljes mértékben kiforgatni a saját identitásunkból. Csak hát nem volt mibe beforgatni. Tehát nem volt egy olyan román identitás, amihez tudtál volna nyugodtan asszimilálódni, hiszen a dákoromán kontuni, kontinuitásnak a bizonyítékait azt az apám egy generációja gyártotta a Szent Egyházi Vasüzembe, tehát hogy a dák leleteket mi hamisítottuk, úgymond. Tehát tudtuk, hogy az a történelem, amiben minket át akarnak forgatni, az egy hamis történelem. De ha nincs történelmi tudásunk, és itt kapcsolnék vissza a, a az egész beszélgetésünknek az ívjéhez. Tehát ha nincs egy ilyen historikus tudásunk, tehát nem tudjuk, hogy mi történt itt az elmúlt 1100 évben, hanem egy ilyen folyamatos jelenben élünk, ráadásul egy töredezett jelenben, tehát sok, sok síkú jelenben, egy ilyen multiverzum a jelenében, akkor egész egyszerűen ki tudnak billenteni bennünket a saját identitásunkból. Tehát, hogy ez a Petőfi ma már nem tudná leírni azt a versort, hogyha férfi vagy légy férfi, mert onnantól kezdve már szexista, meg nem tudom, cis, hetero, uh, heteroszexuális férfi, akármi elnyomja azokat, akik nem így gondolják a, a, ezt a, a tételmondatot. És ez az egész elment valami hihetetlen abszurd őrületbe. Tehát, hogy amikor a... Hogy hívják azt a költőnőt, aki Biden beiktatásán szavalt? Mindig elfelejtem a nevét. Mindegy. Ennyi, hát tehát ennyire ennyire jelentéktelen esztétikai értelemben. Tehát egy, egy, egy rossz költőnő, és amikor azon megy a derpegés, hogy az ő egy, egy színesbőrű, tehát egy afroamerikai költőnőről van szó, és akkor azon megy a derpegés, hogy fordíthatja-e nem színesbőrű, a színesbőrű költőnek a versét, egy olyan nyelvre, ahol egyébként anyanyelvi színesbőrűek kevesen vannak, akkor az ember azt mondja, na, akkor kérnék szépen egy kávét, mert innentől kezdve ez így elmegy a, az átlag magyarok fölött, mint a kell Szamovár. Tehát, hogy elrepül. Ez egy nem megy vansz... el más, de mások fölött nem megy el ugyanígy? Tehát, én szerintem a... az a, az a, mondjuk Ma a mert mondjuk az, az, az francia egy... kisváros lakója fölött pont így elmegy. De hogy tovább megyek, szerintem a Amerika középső része felett is elmegy, tehát Valószínű, hogy a normális emberek, tehát a, aki a józanész világában az egyszerűen nem tud mit kezdeni. Ez azt a, a, a kérdés de. is felvet, hogy valójában mennyire, mennyire veszélyes ez a, amit, amit vóknak nevezünk Magyarországon, ahol... Hát... Na, el, ne... Legyünk Magyarországon, és akkor utána mondjuk úgy A ma legyen. magyar helyzetre azt gondolom, hogy ezekre felhívni a figyelmet, hogy van ilyen, van ilyen úri huncutság, van ilyen nyugati-dili szerintem helyes. A magyar jobboldali médiában ennek néha meglévő túlexponálásával én bevallom, hogy nem, nem Hint. értek egyet. azt mondom, hogy, hogy untat, meg azzal sincs semmi baj, ha valamit én nem olvasok el, és, és egyszerűen átlapozom, vagy, vagy valami tartalom nem nekem szól, ez tök rendben van, de úgy nem csinálnék azért, minthogyha ez a, 80-as évek, 70-es, 80-es években a, a amerikai neokonok használták azt a szót, hogy a Szovjetunió egy present danger, tehát uh -huh. egy, egy jelenlévő veszély. Csak uh -huh. egy ez picit többet jelent a uh -huh. magyar, tehát hogy, hogy égő veszedelem, jelenlévő veszély. Itt, itt van az ajtónknál ez a probléma. Mondták ők a Szovjetunióra, amikor mindenki más az itt, hogy majd a Détan, meg a nagy, nagy enyhülés, az majd ugye megoldja a, a dolgokat. És így gondolom én is fordítva, hogy szerintem nem present danger a, a nyugati vók dili, ebbe sok, sok minden szempontból védve vagyunk, tehát szerintem jellemző ránk a lemaradás előnye, tehát egyszerűen a 68-ból meg néhány rákövetkező következő kultás, a szociokulturális dologból kimaradtunk egyszerűen a, a kommunizmus, meg a 90-es évek más irányú elfoglaltsága miatt, tehát hozzánk ez ez nem jött be, vagy még nem jött be, vagy, vagy nem jött be annyira erőteljesen. Másrészt Magyarországon mondjuk a BLM meghonosodása már csak azért is, mert hál' Istennek nem voltunk kolonizáló népség, nincs afrikai vagy ázsiai lakosságunk. Tehát ebből a szempontból se van ez, nem dolgoztattunk hál' Istennek rabszolgákat. A harmad harmadrészt pedig hát a nyelvünk, ami, ami egy gendersemleges uh, nyelv, uh, itt a férfi, nő, uh, tehát eze, ezeknek semmilyen uh, tehát ragokba és uh, nyelvtanilag, hát ezt mindannyian tudjuk. Tehát ebből a szempontból szerintem van egy te, egy történelmi és van egy természetesen, egy lingvistikai uh, védőgátunk. Tehát aki gendersemleges viszont... nyelvet akar beszélni, tanuljon meg magyarul. És uh, hát akkor ez a probléma. Másrészt viszont, és akkor, és akkor itt jön a, a dolog másrészt, de. de része, tehát azért ezek a vók ezek a dilik, mondjuk Magyarországon a híres neves Ferencvárosi pad ügybe tudtak ugye jelen lenni, illetve Baranyi Krisztina, Ferencvárosba felállított BLM-es amerikai szabadság szobrában, amit a magyarok szerintem kulturális imperializmusként tám még a baloldali érzelműek is elutasítanak, úgyhogy ez, ez szerintem rendben van. Ami nincs rendben, hogyha Magyarországon a a válaszok többsége által a parlamentbe juttatott alkotmányozó többség az fogja gondolni, ezt így szoktam hívni, hogy a kulturális szuverenitásunkat meg kell védeni, alkotmányba iktatva a, a, magyar nemzet identitását, kulturális szuverenitását, vagy például a gyermekvédelmet, vagy mondjuk azt, amire ugye volt például, hogy az apa és az anya, az a családba a férfi és a nő szerepet biológiailag is, tehát nemileg is, meg gender szempontból is hogy látja el, tehát a miniszterelnök úr ugye röviden az apa, férfi, az anya, a nő, a gyerekeinket meg hagyják békén, módon szokta megfogalmazni, de hogyha ezzel szembe a, a brüsszeli, vagy éppenséggel a Magyarországra akreditált LMBT nagykövet, itt most az Egyesült Államok hivatalos képviseletére gondolok, emiatt retorziókat ö, foganatosít ellenünk, és erre sok példa volt, akkor viszont nem mondhatjuk azt, hogy mentesek vagyunk a nyugati vógdilitől. Mert nem vagyunk mentesek, mert benne vagyunk egy olyan nyugati integrációba, amelynek a, a jelenlegi ö, transatlanti két pólusa, tehát az Egyesült államok, mondjuk a, az Európai Unió ö, ö, ez, ezeknek a vezető elítje éppen a vókdili kellős közepén tart. Tehát a, a vókőrület az nem csak a... a a kis New Yorki egyetemi magazinok, meg a, meg, a, meg a, New Yorker, vagy a Guardiannek, a, a, meg a, filmiparnak a hoppáréja, az a szívek közepe a washingtoni brüsszeli elitnek. És mi velük vagyunk szövetségbe, és bizony sokat tudnak nekünk ártani, hogyha mi azt mondjuk, hogy az apa férfi, az anya nő. Amit a mi kultúránkba Petőfitől Kassák Lajoson keresztül Szőcs mindenki így gondolt. Ja, tehát hogy nem, 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 ez nem egy, mindig azt szokták mondani, hogy ezek távoli problémák. Én meg mindig azt szoktam mondani, hogy nincs, tehát most már egy akkora világfaluban élünk, hogy nincsenek távoli problémák, tehát bárhol bármi történik, az, az valamilyen következménye vagy hatással bír ránk. Ennek vannak egészen kézzelfogható részei, tehát hogy nem tudom, valami történik Afrikában, megindul egy, egy menekültáradat, elsődleges célállomása az Európa. Tehát jönnek, mert ez, ez, egy élet. Még mindig az Föld egyik legélhetőbb régiója, vagy fél az, amit mi Európai Uniónak hívunk. ha történik valami a kultúrában, tehát, hogy elindul egy vó körület, akkor mi hiába mondjuk, hogy, hogy minket ez nem érint, mert Józan Paraszti észre azért mégiscsak délhevesbe azt mondják, hogy na hagyjuk már ezeket a hülyeségeket, ne foglalkozunk vele, mert be fog szivárodni. Tehát előbb-utóbb bejön elkezdenek, és el is kezdték nagyon finoman pedzegetni az ilyen futóbolondok, mint parázkaborokkal, meg az elvtársnői, vagy elvtársai, hogy akkor most a roma és a cigány, és akkor a cigányság és a magyarság, tehát hogy elkezdték lefordítani a BLM történetet, magyar cigány Történetét. Szerencsére inkompatibilis, tehát hogy nem, nem nagyon tudták még az analógiát felépíteni, de elkezdték építeni. És akkor elkezdtek azon már derpegni, szerencsére azért már itt gyorsan beléptünk a képbe, már mint mi jobb részről, hogy a kicsit nehéz lenne <coughs> Vörös Martinak a versét átírni vén romára, meg egyáltalán, tehát hogy így nem kéne ezzel annyira nagyon foglalkozni ezzel a, a történettel, de hogy, hogy elkezdenek bejönni, beszivárogni ezek, a, ezek az eszmék, és hiába mondod, hogy te ellen tartasz, mert a te értékkészleted vagy értékhorizontod egy stabil értékhorizont. Akinek nem stabil képlékeny az értékhorizontja, az a kultúrafogyasztó, illetve a gyerekeink. És a gyerekeinket azt meg tudják vezetni. Tehát, hogy a kötelező érzékenyítő órákat, ha hagynánk az iskolába, akkor a gyerekeink küldenének minket a prágyra, mert az a helyes, az a jó. És te hiába magyarázod, hogy én tolerálom, de nem helyes, helyeslem, tehát, hogy itt van egy kis tolerancia fogalom félreértés a történetben, mert ő nem fogja érteni, hiszen nagy a nyomás rajta, hogy akkor, hogy akkor ez a helyes. Van egy konkrét példám, az egyik ismerősöm, fiatal, tündéri, okos lány, nem Budapesten élt, tehát nem fővárosi kultúrában nőtt fel, de nagyon izgatta, hogy mi történik a Pride-on. És egyszer eljött, hogy akkor most megnézi a Budapest Pride-ot. És addig szivárványos szüttyő, meg szivárványos, kendő, meg szivárványos, kiegészítő, minden szivárványos volt rajta. A szülei nem nagyon értették ezt a mániát, de mondták, hogy oké, okay, tehát, hogy ők, ők egy rendes, normális szülőként, ha biztonságban kipróbálhatja, akkor menjen, nézze meg. És elment ez a, ez a drága kislányára a budapesti pride ra és akkor utána nálunk aludt, és este kérdezte, hogy na milyen volt a pride és mondta, büdös. Tehát, hogy az, aminek a meséből nem jött le, hogy itt az emberi történet. Tehát, hogy emberek táncolnak, nagy veleg van, megizzadnak, annak szaga lesz. Tehát, hogy ember szagúvé válik, és hogy ez neki <laughs> meg izzadtak voltak, meg izé. Tehát, hogy kellemetlen tapasztalat volt. Tehát a rózsaszín mese, vagy a szivárvány színű mese, amikor valóságban átfordul, akkor az már annyira nem tetszett. És hogyha ez most egy picit tovább lépünk, és azt mondjuk, hogy fogadjunk be bárkit, mert nyitott határok, meg nyitott társadalom, és multikulturalizmus van, és Wilkommens kultúra, és izé, és akkor bejön egy olyan civilizációs, más civilizációs kódokon. Akik most ünnepelnének az utcán, hogy a Hamász milyen szép munkát akkor végzett. Akkor a én. valóság az kevésbé, kevésbé izgalmas, mm. vagy kevésbé, kevésbé érdekes. És mm. ez az, ami a kultúrharcban nagyon, nagyon fontos. Mm. Tehát, hogy az, hogy mi történik, vagy mit gondolnak a világról a más civilizációs kódokon uh, felépülő kultúrák, az nem értékítélet kérdése. Tehát nem az a kérdés, hogy a miénk jobb-e, vagy az övék jobb. Más. És mert radikálisan más, ez egy folyamatos konfliktus generáló történet lesz. Tehát egész egyszerűen, ha ő más gondol a férfiról, a nőről, az életről, a haláról, az életszentségéről, az egyenlőségről egyáltalán, tehát az összes olyan fogalmunkról, amire mi felépítettünk egy többé-kevésbé sikeres Európát, és nem, fogja el, nem, fogadja el a mi törvényeinket, mert hogy egész egyszerűen másképp gondolkodik, illetve, akkor ebből mindig konfliktus lesz. Nem tudod megoldani. Olyan, hogy eur, euriszlám ilyen nem létezik. Tehát beszélnek erről, hogy majd itt majd létrehoznak valami Európa kompatibilis iszlámot, de nem lehet. Az egyik egy teljesen szekuláris jogállam, demokrácia, nem tudom milyen felfogáson alapuló társadalmi szerveződés, másik egy teokratikus. Tehát ott van egy Isten szava. Az megy elő. És a vallási törvények mindig is felül fogják írni a világi törvényeket. Nem tudod megoldani. És mondhatunk mi erről szépeket, csak amikor a valóság bejön, és a mocskos zsidók, meg a nem tudom, gáz, gázatos zsidókra, meg nem tudom milyen skandálások Európai Uniós fővárosokban elhangzanak, ott én ott nagyon elgondolkodnék, hogy valamit itt elrontottunk. Erről egy nagyon-nagyon szomorú történet. A, 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 ezek a tüntetések kezdik most a híre a magyar sajtót is bejárni. Egyelőre oldali hírportálokon látom az ilyesmit, de a, a, saját Twitteremen nagyon sok ilyet látok. London, Birmingham, Berlin, egyébként Olaszország is, New York, szerte minden itt a nyugati világban. A első, második, generációs, muszlim, szociokulturális hátterű fiatalok ünneplik a, a Hamásznak a, az iszlám államot, meg a végrehajtási technológiát másoló terror cselekményeit, baklavát osztogatnak, ahogy ez az iszlám világban a szokás, és, és skandálják azt, amit skandálnak. Mindezt a, az a bizonyos ö, nyugati ö, vagy, vagy nevezzük, ö, Inkább transatlanti elit nem érti, vagy vagy nem akarja érteni, hogy ennek a pontos kontextusa, meg ennek a, a, a kialakulása micsoda. És közben, ezért zajlik egy, különösen Németországban, most a hétvégi AFD-s győzelmek Hessen és Bajorország után, ugye zajlik az AFD-nek is egy felkészülése, európai, parlamenti választás, és ezt csak látom az egyik AFD-s személy, talán képviselő jelöltnek a a képét ugye kékszínű AfD felirat, ő pedig, hát ízlésesen, kék, ugyanaz AfD kékszínével jelzett, David csillaggal, az ugye az is kék, kipába, és akkor a felirat, hogy Izrael támogatom. Melyik a, a német alkotmányvédelem szerint a náci párt? Na melyik? Na melyik a, na, melyik a náci párt, amely ellen a, a Schutz, <hül> uh, ugyanúgy támad, mint egyébként az Antifa. Ilyen. Amely felfáson ezeket nem nyomozza ki, vagy nem, nem tesz ö, ellene, ez, a, ez az AfD, a náci párt, amely egyébként kezd, kezd átmenni, ö, ennek is megvan az oka, ez a Németországtól nyugatra ö, lévő radikális jobboldalban réges-régen végbe ment, már Pinfortüntől elkezdődik, hogy proizraeli szereplők ezek a pártok. Tehát a, a, és, és mindezt egy digitális világon belül ö, látod, vagy a Twitteren látod, videófelvételek vannak, itt, itt valahogy ö, sűrűsödik ennek az egész világnak a, az ellentmondása, de, de szerintem mind, mindegyik mögött kulturális ok. De én megmagyarázom meg. ezt neked, hát az azért van, mert Izrael a apartheid állam elnyomó, meg terrorista. Most akkor elmagyaráztam. Tehát, hogy aki fölveszi a a Dávid csillagos kipát az, az, a náci. Úgyhogy nincs ellentmondás. csak, hogy, is az. Csak, hogy ennek ugye konkrét következményei vannak. Tehát most, hogy mi történik Izraelben, Gázában, az azért nem közömbös számunkra, és most nem csak a pro-izraeli álláspont beszél belőlem, csak azért nem közömbös, mert ez egy, ez egy olyan típusú a harcnak a nem is, nem is, kezdete, tehát ez egy következő állomás, aminek előbb-utóbb az lesz a vége, hogy valami fajta összeütközés vagy konfliktus lesz az iszlám és a szekuláris Európa, mert nem is merem mondani egy keresztény Európa között, de hogy lesz valami fajta, valami, valami konfliktus el fog kezdődni. Ráadásul ugye az iszlám az nem egy homogén massza. A síták és a szuníták, tehát két nagy tömb azért nem feltétlenül szereti egymást. Hát most ilyenkor együtt harcolnak? Ilyenkor voltak beszállt de a Hamas mellé. Egy, egy idő után aztán ki fognak jönni ott is a, a vallási különbségek, amik sokkal fontosabbak, mint a törzsi különbségek, vagy sokkal fontosabbak, mint az országok különböző országhatárok közé szorított a, a népcsoportok közötti különbségek. Tehát, hogy és ezt, ezt a, tehát egyrészt importáltuk ezt a masszív antiszemitizmust, aminek most elég látható jelei vannak, másrészt importáljuk azokat a vallási különbségeket, amivel mi Európában évszázadok óta nem tudunk mit kezdeni, hiszen a tolerancia fogalmunk innen származik, a vallási türelem megágyazása volt, ugye ebből származik az egész tolerancia fogalmunk. Itt mi már nem szoktuk egymást gyilkolni azért, mert valaki katolikus, a másik meg unitárius, és más gondol Isten fiának, Jézusnak a, a szerepéről, vagy egyáltalán perszónájáról. Tehát, hogy el vagyunk unitáriusok, katolikusok, azért két különböző templomba járunk, azt utána találkozunk a vasárnap ebédnél, és nem csapjuk le egymás fejét. Tehát, hogy behozunk olyan, olyan konfliktusokat, ami, amitől elszoktunk. Egyszerűen nem, nem, a mi konfliktusaink, és a konfliktus kezelése a miénk, mert általában erőszakba szokott ezt torkolni. És rengeteg olyan embert hozunk be, aki erőszakban szocializálódik, főként Afrikában. Tehát az erőszak a hétköznapénak a természetes része, és az erőszakos reakció a számára természetes. Mi meg azt gondoljuk, hogy minket meg fog védeni a rendőrség. Minden lakás mellé nem fogsz tudni rendőrt állítani. Tehát, hogy innentől kezdve rengeteg-rengeteg olyan problémát és feszültséget importálunk be Európába, ami szétveri a hétköznapjainkat. Ha szétveri a hétköznapjainkat, arra születik valami reakció. Általában nem túl észszerű reakció szokott születni, tehát hogy itt lesznek olyan típusú mozgások a politikai palettán belül is, meg a hétköznapi élet, meg a közbiztonság terén is, ami nem helyes válaszokat fog eredményezni, de szükségszerű válaszokat fog eredményezni. És innentől kezdve ez a moralizáló, jó emberkedő, LMBTQ bok, nem tudom, mi őrület, ez egyszerűen nem lesz tétel, mert konkrétan a, az egzisztenciádról lesz szó. A miniszterelnöknek egy néhány évvel ezelőtti beszédében szerepeltek azok a sorok, hogy nem fogunk ö, antiszemitizmust és homofóbiát, ö, talán március 15-én beszéd volt, nem szeretnénk antiszemitizmust és homofóbiát importálni ö, az országunkba és akkor ezen nagyon fölháborodtak a hazai balliberálisok. Most szeretném jelezni, hogy akkor nézzenek körül Magyarországon és Európa nagyvárosaiban, hogy mi a különbség a kettő között. Na és hova jönnek Most... cipőben a különböző celeb sportolók? Na hova? Budapestre. Mert itt senki nem fogja lerúgni a fejüket ezért. Müncheni vagy a németországi mencsetek környékén nem nagyon már. Az importált antiszemitizmus az most látszik azokban a bizonyos nagyvárosokban, és látszik, hogy Magyarországon meg nincs. De ez várható volt? Tehát miért nem... Igen, csak azért mondom, hogy ezek az ilyen a miniszterelnöknek uh, igaza lesz típusú 632. epizód vagy fejezet uh, ismét beigazolódott. Most a kicsit uh, ezek, amikről most beszélgettünk, ezek a, a legmélyebb rétegeit érintik a kultúrának, mert ez konkrétan a, a civilizáció túléléséről szól. Most egy kicsit elrugaszkodom, mert máshonnan akartam egyébként indítani, de hát ilyen a, a kultúrának is a természete, hogy kicsit csapongó, mert a kultúráért felelős minisztert is megkérdeztem erről, úgyhogy úgy gondolom, hogy teket is megkérdezlek, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kultúrpolitika? Első kérdés. Második kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán? Ugyanis, és megmondom, mire gondolok. Tehát a, most a kulturális alkotásokra gondolok, nem a civilizációs küzdelmekre. Hogy annak van egy ilyen spontán logikája, miközben ugye nyilván a politikának van egy szervezési logikája, vagy valamiféle egységes logikája, és a kettő az hogyan egyeztethető össze. Most azért lesz érdekes a válaszotok, mert ti még nem láttátok a miniszternek a válaszát, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy ti mit mondtok kezdjet addig én megpróbálom kitalálni, hogy a főnek mit a Kulturpolitikáról beszélsz, és ö, talán ennek a beszélgetéseteknek Molnár Attila Káro is ö, része volt, aki a Mandineren közölte egy szöveget, szó szerint az ott a címe, hogy Kulturpolitika a impossible. Na most nekem, az Attilával is, kettőnk között szóba került ennek a cikknek a, a, ciknek a Mondani valója, mivel nincs itt, nem fogom ezzel kapcsolatos véleményemet kifejteni. Én ezzel nagyon nem értek egyet, amit ő ír, de szerintem rendben van, van erről egy vita. És azt gondolom, hogy azért, azért van szükség kultúrpolitikára, sőt, valamilyen szempontból a. Kulturpolitika minden más típusú politikának a, a létalapját tudja jelenteni, mint ahogy az én felfogásom szerint a kulturális szuverenitás is minden más szuverenitás területnek a, a, a táptalaját vagy létalapját jelenti, mert hogy az állam, ami, ami egy létrejött, történelmileg létrejött, politikailag működő, egy közösséget összetartó, strukturált szervezet, annak a politika, politikai irányításnak a kultúra is természetes módon a része, és a kultúrpolitika, ott azt kell meghatározni, hogy ennek mi lehet a tárgya. Tehát az senki nem vonja szerintem kétségbe, hogy például a nemzeti alaptanterv Megalkotása, vagy a kliknek a, a működtetése, vagy az állami kézbe lévő múzeumoknak a finanszírozása, az kultúrpolitikai kérdés, vagy kultúrpolitikai rész területen fekszik. Erről az első a laci, a. a Nemzeti Múzeum főigazgatója egy konkrét trilógiát írt ö, ö, jó néhány évvel ezelőtt, ö, és kultúra és államtitkár is volt, tehát azt hiszem, hogy egy, egy elfogadható, minden módon elfogadható szerzés szereplő ebbe a kérdésbe. Az másik kérdés, amire te is utalsz, és amire a, ebbe a, a által inkriminált cikkébe az Attila ö, nagy hangsúlyt fektetett, hogy a Kánon alakítását, a társadalom kulturális összességének a befolyásolását, pláne megváltoztatását központi állami, acélgyörgyös írók, írjatok, remek műveket, sztálini típusú módon nem lehet meghatározni, nem lehet indoktrinálni. Én nem tudom, hogy ki mondja azt, hogy lehet, vagy hogy az Attila kivel vitatkozott ebbe a, ebbe a szövegbe, mert szerintem ilyet senki nem állít. Ugyanakkor a művek létrejöttét elő kell segíteni, például a, a Petőfi Irodalmi Múzeum körülrévő pályázati struktúra is lehetőséget ad erre folyóiratokat. Államilag is kell finanszírozni, 10 milliós nép vagyunk, mondjuk magyar nyelven ír, olvas, világszerte 13-14, jó indulattal 15 millió ember hát nem egy akkora ö, piac vagyunk, mint a, az angol, francia, a német nyelvű ö, kultúrkör. Itt az állami támogatás, a, a folyóiratok, meg a könyvtárak ö, mögött egyszerűen szükségszerű. Ezt, és persze magán mecenatúrát is ö, be kell hozni, amit szerintem Csák miniszter úr nagyon kiválóan elkezdett és, és propagál és csinált. szerintem ö, kultúrpolitikára szükség van. A dolog másik ö, ö, fele az, amire már korábban utaltam, hogy ennek van egy része, ami viszont polgári kezdeményezés, önkéntes ö, kezdeményezés, itt, itt tényleg aztán a, a filmkluboktól ö, kezdve ö, egészen a, a közösségi együttműködésig ö, minden van. Én gyakran, hát többször előfordult ma, hogy írtam könyvet, de ezt nem azért írom, mert erre valaki utasítást az, vagy erre valaki, vagy, vagy ebből kapok egy fillért is. Azért írom, mert így gondolom, és ez a gyógyom, így fejezem ki magamat, ez nem központi kultúrpolitikai utasításra születik, tehát ez az állami, meg ez a civil társadalmi szervezetrendszernek ennek együtt kell működni, de ebbe egy 10 milliós országba és egy, egy 14-15 milliós nyelvi közegbe bizony az államnak fontos szerepe van a szuverenitás, pláne a kulturális szuverenitás védelme, meg szerintem elsődleges állami feladat. Ez világos, én szerintem, bár az Attila nevében nem tudok Beszélni, ja nem ezt nem majd is azért hoztam ide. én ezt csak a... azt nekem csak az a szempontom és azzal szemben szoktam én erős élni, hogy tehát az világos, hogy, a, hogy az államnak támogatnia kell a kulturális termékek létrejöttét és megjelenését, mert az esetek többségében ugye ezt maga a piac egy ekkora Ekkor a piacon nem tudja ellátni valójában ennek, hogy minden termék lehet Te az máskis, hogy nem lehet eltervezni azt, hogy most melyik kulturális termék ne, hát fog befutni, De ez kicsit olyan, mint az üzleti persze. vállalkozások, hogy most akkor befektetsz, nem tudom én, tízbe, és akkor valószínűleg csak kettő jön be, vagy egy, vagy nem tudom én mennyi, ez mert, mert nem tudod, hogy tudom, 50 év múlva majd melyik termék nem lesz, az a Tehát, hogy... Van itt egy, egy közkeleti félreértés minden oldalon, tehát amikor kultúrpolitikáról beszélünk, akkor forráselosztásról beszélünk. El, pont azért, mert kicsi a piac és az állami apartheid. De hát ez kívülről így is az, néz az ki a kulturpolitika, az... úgy néz ki, hogy mindenki így berekszik a. Igen, tehát hogy, hogy ki mennyit kap, és Igen. másik dögöljön meg, meg így tovább. Tehát ez irítségmenedzsment, nem forráspolitikai, a kulturpolitika. Itt alapvetően visszalépnék kettőt. Tehát, hogy a kultúra és a politika összefüggés rendszerében, Tehát ma a politika minden oldalon, a szabadságról szól, a szabadság biztosítására. Szerintem a liberálisok félreértik a szabadság fogalmat, hiszen ők minden korlát nélküli szabadságról beszélnek, ami nincs, tehát filozófia történeti stúdiumai alapján épesző ezt nem, nem, jelentette ki, hogy létezik ilyen minden korlátok nélküli szabadság. Valami fajta meghatározottság így is, úgy is játszik, a más nem az, hogy, hogy az ember anyag, vagy anyag is. Tehát, hogy gondolhatom én magam, természettudományi lexika a hetedik kötetének nem az vagyok. Lehet, hogy jogom van hozzá, de nem. Nem, egyszerűen képtelen vagyok ezt most meg, megugrani, ezt a, ezt a fizikai korlátot. lehet, hogy később majd meg lehet ugrani, csak akkor már nem rólam lesz szó. Na mindegy, tehát, hogy, hogy a szabadságnak valami fajta keretfeltételeit biztosítja a politika. Ez a dolga. Tehát nem a közjóról van szó, mint régebben az ógörögöknél, hanem a szabadságról van szó. Ezt általában így értjük. Most ami a nagyon fontos, és ezt szerintem a jobb oldal értette meg a 20. század vége fele, hogy a szabadság, az egyén szabadsága, az nem függetleníthető a közösség szabadságától. És ez ugye Hannah Arendt mondja el, hogy az emberi jogokat süthetem. Ha nincs egy olyan politikai közösség, amilyen az én emberi jogaimat szabatolni tudja, biztosítani tudja, akkor én megsüthetem az emberi jogaimat. Tehát, hogy uh, vannak különböző olyan, olyan területei mai napig a világnak, ahol az emberi jogokat azért fel lehet olvasni, de ettől még, még nem, nem, nem tudsz nem tud nem érvényes nem érvényesek. Attól, hogy nem érvényesek. Tehát, hogy politikai közösségkel is, ez a közösség elvűség az, ami garantálni tudja te szabadságodat, következésképpen, mondja ugye Orbán Viktor, miniszterelnök nagyon úr nagyon helyesen, hogy a szabadság az minimum két ember kell, egyedül az ember nem szabad, hanem magányos. És ez a közösség a, tehát a szabadság keretfeltételei, mint a közösség szabadságának a keretfeltételei, ez a politikának is és a kultúrának is a dolga. Miért? Azért, mert a mi szabadságunk az az idő Függvénye. Tehát a nyugati ember, a, mondjuk így a keresztény kultúrkörben felnőve ember, egyetlen dologban biztos, hogy az ő élete véget ér. Tehát van egy véges élete, ami óhatatlanul meghatározza az ő döntéseit. Tehát az, hogy én most hogyan döntök és hogyan választok, azt annak függvényébe teszem, hogy hát sajnos az élet rövid. Tehát, hogy előbb-utóbb meghalok, és utána nincs lehetőségem újra játszásra. Tehát ez nem egy számítógépes játék. Ezért az idő tartalmas eltöltésének a keretfeltétele, ez amit kultúrpolitikának hívunk. Hogyan tudunk biztosítani minél több embernek, minél több lehetőséget arra, hogy tartalmasan töltse el az ideit. Ez a kultúrpolitikának a, a célja és értelme. Uh -huh. A termékelhelyezés, az, hogy ez milyen kánonok alapján, hogy ezt most milyen osztás alapján, ez mind másod- és harmadrendű kérdések, vagy inkább technikai kérdések. A célja csak ez lehet, tartalmas idő eltöltésének a biztosítása, és ez a kultúra Legtágabb fogalmára értem. Tehát nem csak a művészetekre, meg az alkotó és eladó művészetekre, meg ezek élvezetére és befogadására, hanem a sportéletre, a hitéletre, gazdálkodásra, ugye a kultúrának az eredeti őséhez kapcsolható. Művelés, műveléshez kapcsolható. Hogyan tudok környezetemből környezetemben található anyagokból olyan eszközöket gyártani, amelyek hajáromlanak utána meg is tudom javítani. Tehát hogy vannak ilyen stratégiai kérdések, amikre érdemes odafigyelni, és hogyan tudom az időmet tartalmasan, a véges időmet tartalmasan eltölteni, hiszen ez az, ami, ami, ami mozgat. És ennek az időfogalomnak van egy hihetetlenül fontos vonatkozása, ennek a folytatás lehetősége. Tehát az én halálom után hogyan folytatódom mi az, ami bennem, uh -huh. belőlem megmaradt. Nem várható el mindenkitől, hogy Mozart legyen, vagy Einstein. Tehát egész egyszerűen nem mondhatod azt, hogy élj aktív, teremtő, alkotó életet, és uh -huh. hozzá létre zseniális műveket, amelyek tovább élnek a te halálod után is. Ami mindenkinek adott, és nagyon egyszerű, és ráadásul még élvezetes, és rengeteg örömöt, és boldogságot, és bosszúságot is okoz, az, az a gyerek. Ugye, tehát, hogy ott folytatódik, tehát, hogy vannak neked gyermekeid, a gyermekeidnek is vannak gyermekei és akkor az unokában látok valami fajta folytatást arra vonatkozóan, ami az én életem volt. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon szépen szervesülő, konzervatív, ha úgy tetszik, gondolat, és ez mind az, az emberi végesség tudatból származik. Ezt nem tudjuk levetkőzni. Tehát addig, amíg meg nem oldják tudósok, hogy mi örökké éljünk, vagy a tudatunkat le töltsék valami, nem tudom, csípbe, és akkor majd visszatöltsék, és itt tovább, mert szólnak mostanában a disztópiák, addig ezzel a végesség tudattal fogunk élni, és a végesség tudat óhatatlanul belenyom a tartalmas idő kérdésébe. Ez ellen hat a kultúra fogyasztói attitűd. Tehát az, amikor te bambusz, és passzívan a képernyőket bámulsz, és az információk maximum elszórakoztatnak téged fél óráig, vagy egy óráig, de utána nem is emlékszel, mi történt, tehát hogy nem, már nem tudod visszamondani, onnan azt mindenki rossznak érzi. Ezért tudunk egyáltalán ízlésítéleteket meghozni. Tehát bemész a moziba, és azt mondta, hogy fű, az, olyan szar volt ez a film, hogy kijövök, és már nem is emlékszem, hogy mi történt benne, és azt a legliberálisabb tudatipari dolgozó is leírja. Nem veszi hogy ezzel a mi utcánkba jön be, hiszen ő azt kéri számon a tudatipartól, hogy az életéből, a véges életéből fölöslegesen eltöltött egy-másfél-két órát. És ez neki rosszul esik. Tehát nem reménytelen a helyzet. Valami? Hogyha eltekintünk a vitáskérdésektől te is valahogy így fogalmaznád meg a kultúrpolitikát, vagy mit jelent a kultúrpolitika? Én, a, én ugye két részre osztottam, tehát egy, egy, egy állami, közpolitikai és egy, egy magán civil kezdeményezési részre osztottam föl, és egyre többet gondolkodok azon, hogy, hogy amikor a magyar jobboldal, a magyar polgári konzervatív közösség számára írok, vagy gondolkodok valamit, vagy néha téziseket, vagy akár pontokat fogalmazok meg, akkor, akkor szükségképpen annak a politikai, történelmi politikai erő számára teszem ezt, amelyben szerintem a magyar kultúra fenntartása, fejlesztése, óvása, védelme az, a, az egyetlen reménysége lehet. Tehát a túloldalon azért tévesztik össze a, a jobboldali kultúrát az országos, vagy a, vagy a magyar kultúrában, mert sajnos a túloldalon a magyar kultúra Demeter-Szilárd értelmébe vett óvása, védelmezés az sajnos nem merül föl. Amikor vannak olyan szereplők a túloldalon, akik hasonlóan gondolkodnak erről a végső kulturális konszenzus kérdésről, mint mi, akkor annak örülök, azt akkor csak ők nagyon kevesebben vannak, és abba is bízom, hogy, hogy ahogy a világ halad előre, meg ahogy ahogy fordul, rá fognak jönni, hogy, hogy ebbe, ebbe nemzeti konszenzus kell, tehát hogy itt közösen kell dolgozni, és ebben meg hadd legyek optimista, hogy lesz ilyen. Olyan is kell. Olyannak is lennie kell optimistának. Nagyon sok kérdésem lenne még, de most nem foglak titeket fárasztani majd talán egy következő alkalommal. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. A a szépen. Akkor majd hozom a bődöskéket Jó, azt. jó. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, meg nyomjátok meg azt a kis izét, meg ilyesmi. Sziasztok! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, és oszd meg. Ha érdekel további hasonló tartalom, kattints ide.